Sziasztok! Ez itt újra a Film Gamer csatorna, méghozzá a játéktár rovattal, a mutató rovattal, hiszen úgy érzem, hogy 10-20 órányi játék után most már látom a Witcher 3 pozitív és negatív elemét. Ezért most mutatom meg nektek, amúgy is később már spoilerekbe esnétek. És én ezt nem akarom, mert ez a játék mindenképp kötelezően úgy jó, úgy a legjobb, hogyha minden újdonságot ki magatok vesztek észre, ti magatok találtok meg, ti magatok fedeztek fel. És azt is láthatjátok, hogy itt egy bug, szegény, őre egy kicsit megbolondult, itt körbe-körbe járkál itt a részek benne. Hát ilyen bugok vannak a játékban, még máig, a 12.1-es patchben is jelen vannak még ilyen bugok. Beakadás, például én akadok be, vagy az ellenfél akad be, az ellenfél AI sem mindig 100%-os. A katonák is elég furán viselkednek, itt éppen valami redániai katonai csoport van, és hát gyakorlatilag ilyen felügyelést és rabszolgamunkát is végeztetnek egyszerre. Menjünk tovább. Át kell mennem Oxenfurtba, ami elviekben remélem, hogy ez a város lesz, mert már két találom egy olyan kovácsot, ami illetve aki meg tudnám a kovácsot, azokat, amelyeket rég meg tudnék csinálni. Csak kell hozzá egy jó kovács. Na, ott van a célunk. Hát a játékról az egyértelműen mutató, hogyha bekapcsoljátok már, ez egy alap. Pozitívunként, hogy csodálatos, tehát a legszebb RPG talán. Mondjuk ilyen Dragon Age Inquisition nem játszottam, mert talán az lehetne a kihívója, de ott meg nincsenek ilyen jó időjárás effektek. A fákat nem borzolja elvileg a szél. Ennyire nem szépek például a karakterek, illetve látjátok, hogy csillog-villog a kard. És hát ennyire nem él a világ elvileg ott, mint itt. Sokkal jobban nem RPG-sebb, mint ez a világ, a Witcher világa. És hát hihetetlen, hogy mennyire értelmeg. Mindenre hatása van, sokszor küldetéseinknek hatása van a játék előmenetele közben, leginkább a főszára, de néhány mellékküldetésre is. És hát látjátok, milyen látványos egész, és mennyire él. Én csak a katonák mennyire élnek. Az egyik az felügyeli a favágást, a másik az kémleli a tájat, a harmadik az ugye strázsál, menetel. Tehát mindenki csinálja a saját feladatkörét és éli az életét. És itt van egy csodálatos város. Ez hihetetlen, hogy így mennyire jó meg van alkotva. Tehát itt nem csak a grafikának a minőségére kell tehát gondolni, ami szintén mesteri, hanem a dizájnra. Arra, hogy a világ mennyire él, és hát például az a katonás megbolondult. Tehát azért ez fontos, itt vannak a gyerekek, olyan apróságok, mint a libáktól kezdve, az házállatokon át kezdve minden apróság ki van dolgozva, és ez ettől olyan jó a játék. Nagyon messzire el lehet látni, pedig nincs is ultrán, csak hájon a játék. Lakott terület. Jó helyre jöttünk szerencsére. Ó, de jó, nem fogunk tudni átmenni. És hát ugye itt válaszolhatunk mindig a kérdésekre. Hát nem tudom, milyen menetlevélről van szó, vagy menetlevélről. A mi miatt még jó az a játék, az egyrészt az csodálatos zene, amit most hallottok például, de a válaszok, a kérdések, a beszélgetések is, nem csak a főkezetésekről van szó, hanem a mellékületésekről is mesterien jól vannak megalkotva, sokszor egy regény elbújhat mellette. Ugye ez regényből készült, az volt az alapja, vagy legalábbis inkább csak egy inspiráció, mert nem totálisan azt fedi be a sztori. De a karakter jó része igen. Hihetetlen egyébként. Hát sajnos itt is már lassan olyan lesz, mint most, amit lehetett hallani a menekültekkel kapcsolatban, hogy csak papírral és útlevéllel engedik át az embereket. Hát
Akkor egyelőre még mindig nem fogok jobb kardot csinálni, valószínűleg a főküldetéssel kell tovább menni, pedig eléggé előre mentem, tehát most már 6-800 szintű küldetéseket csinálok. De szép lett volna ebbe a kis városkába menni. Ugye fontos, hogy itt nincsenek töltések a játékban. Hát úgy van töltés, amikor indítjátok a játékot, és ennyi. Ezen kívül nem nagyon van benne töltés, tehát csak az elején. Kicsit hasonló módon, mint a Dragon Age bizonyos ember, csak ilyen területenként volt, itt ugye két-három terület van, tehát most két-három töltési lehetőség áll rendelkezésetekre. Na de nézzük a játéknak egy kicsit a negatívumait is, mint ezek után. Szerintem a kezelő felett egy kicsit túl konzolos lett. Nagyon érződik, hogy a Skyrim óta szeretik a minél konzolosabb hatású interfészt, azaz kezelő felületet és HUD rendszer. És ez nagyon sok játék kezdi átvenni, és szerintem egy kicsit a Witcher is erre fele indult el. Már a második részben is kicsit ezt éreztem, mert kell, hogy az végül nem jelent meg konzolra. Tehát itt látjátok így az inventory-t, már mutattam korábban egy pár videóban. Ha megszokjátok, egyébként bőven meg lehet szokni, az átláthatóság nem lesz olyan rossz hosszú távon, tehát ugyanúgy hozzá lehet szokni, mint a legtöbb dologhoz. Azt javaslom, olvassatok el az összes naplót, jegyzetet és regényt és egyéb részletet, mert ezek nagyon jól színesítik a világot, az egyes karaktereket. Tehát még erre is jöhetek az ilyen apró jegyzetek, könyvek, mint a régi BioWare RPG-kben, színesítik az egész világot, a karaktereket, és megismeritek a múltját. Ennek nagyon érdekes és csodálatos világnak. Aztán, ami nagyon fontos, erre figyeljetek, a súly, tömeg, amely ugye befolyásolja, hogy mennyi cuccot vihettek magatokkal, és milyen nehéz páncélokat hordhattok. Itt pedig a pénz, itt ugye a szintünk és az XP mennyiségünk látható. Itt van a világtérkép, szerintem nagyon jó lett, könnyen átlátható. Aztán itt vannak a küldetések, már ilyen magas szintű küldetéseket is megcsináltam, ilyen vagyis csak 4-es, már 6-os, 7-es küldetéseket is csináltam. Sőt, azt hiszem volt egy 8-as is. Hát küldetésekből nincs hiány, játékban tonna számra van. Hát láthatjátok, hogy csak az ilyen mini küldiknek hívjuk mondjuk ezeket a kérdőjeleket. Ezek hatalmas számban vannak jelen, és akkor utána jönnek még a mellékküldik, amelyek sokszor jobbak, mint a fő küldetés maga. Tehát azért a fő küldetésre itt sem készültek fel annyira, mint a Skyrim esetén, és nem ez volt a legjobb része a játéknak. De egyébként Skyrimnál jobb a főküldetés szál. A legtöbb játéknál így is jobb, de sokszor egy-egy mellékküldetés jobb, mint egy főszál ellen. És hát ugye ez csak az egyik pálya a játékon belül. Ugye, hoppá, most bejelöltem véletlenül egy ilyen, be lehet jelölni, hogy milyen emlékeztetőt írjunk be. Tehát itt látható a fehér gyümölcsös kert, itt kezdtem annó. Ugye ezt láthattátok egy korai videóban, mert mindent fölfedeztem 100%-ig elvileg. Nagyon-nagyon jó hangulatos hely, már a kezdőterület mutatja, hogy ez a játék ez nem kicsiben játszik. És akkor ugye Karamelbe később mehetünk el, illetve a tutoriában láthattuk. Vizim már nem értem még, ezt nem tudom, hogy később remélem, hogy az egész város láthatjuk, mert egyre csak a király vár állt rendelkezésünkre. Nagyon látványos belülről, de nem elégséges. És hát van a Skellige szigetek, és a Novigrad is egy hatalmas város és terület, illetve azt mondtam, később lesz még egy terület, de ebben három nagy területből áll a játék, és azok láthatjátok hatalmas területet jelentenek, a Skellige szigetek is hatalmas és nagyon csodás, azt mondta későbbiekben fogom bemutatni. Na hát menjünk tovább, ugye van egy karakterpanel, itt következik az egyik negatívum a játéknak, amit fölrónék neki. Sajnos, kicsit a Dragon Age 2-re hajaz szerintem a fejlesztés, hogy ott is csak fixen meg volt, hogy melyik utat hány skillt nyomhatunk be körülbelül, az összesen nem tudtuk általában benyomni. Itt viszont szerintem még jobban van korlátozva, mert ott, ha jól emlékszem, csak az volt megszabva, hogy általában egy vagy két skill pontot kaptatok, a helyek száma, a skillek száma már az elején nem volt lekorlátozva, mint itt. Itt le van korlátozva, nem rakhattok be minden skillt, hiába raknátok mondjuk ide is, ide is, ide is, egy-egy skill, csak egy vagy két helyre rakhatok a legény, most már tudok berakni egy harmadikat is, de ennyi lenne a lehetőségetek. Jó, persze lehet, hogy ez egy RPG. Egy taktikáznunk is kell, egy RPG-be megszabhatnád azt is, hogy te hova akarsz rakni, akarsz kicsit mindenben jól lenni, és úgy is előre juthatsz, vagy csak egy dologba akarsz nagyon jól lenni, és úgy is előre juthatsz. Ebben a játékban viszont sajnos úgy néz ki, csak az jó, hogyha egy valamit kimaxoltak, és akkor tudtok tovább menni is, ugye.
illetve hát ugye kell egy újabb pont elköltési mennyiség. Mutagénekkel tudtok még módosítani, életerőt növelni, sebzést növelni, a varázslataitok, vagyis hát a jelek erősségének növelését növelni. Tehát ez mindig szép és jó, de egyszerűen nekem lekorlátozott. Nekem ez a bajom ezzel. Itt vannak ugye a mutagének, ezeket tudjuk ide átrakni, ezek gyakorlatilag olyanok majdnem, mint a Diablo 3-ba szoketek, minél kisebbek vannak, mondjuk abból 3-4-et összeraktak, közepes méretű lesz abban megint, akkor nagy méretű, mindig erősebb és erősebb hatással. Ha azonos színű mutagént raktok be, például mondjuk beraktak egy kéket, és ugye az egyik az kék, illetve az ugye több kék, azaz mágia, illetve jel erősítő skillt használtok és raktok be, és mellé például ezt a kék mutagént, akkor még nagyobb hatása lesz a mutagénnek. Egymást erősítik, az egy logikus dolog, ezt tetszett, de akkor is nekem a skill és maga a fejlődés lassúsága is egy kicsit a játékra, én annyira nem jött be. Tehát ebben kicsit csalódtam. De minden játéknak van valami hibája. Itt láthatjuk a meditációt, ugye ez egy egyszerű elem, például ha éjszakai küldetés kell, vagy éjszakai lényt kell, állatot kell elfoglalhatok, akkor használhatjátok, illetve hogyha esetleg ugye ilyen alszanak, például a kereskedők is, és nem mindig tudtok velük találkozni, akkor szintén egy hasznos dolog, ez már ugye a kettőben, talán már az egyben is volt, ha jól emlékszem. Aztán itt van egy bestiárium, vagy egy lényismeretű, ezek ebben a játékban nagyon hasznos részét képezik a hát az előrejutásotok megkönnyítésének. Hiszen nem mindegy, hogy melyik lényel, milyen harcoltok, milyen fegyverrel, milyen olajjal kenétek be a fegyverteket, milyen élt használtok esetlegesen ellene. Itt ezt mind láthatjátok, és egy leírást is a múltjáról, háttérzetelhető jellemzőiről. A Griff az például a fő ellenség volt. Mindig könnyebben levertem, mint gondoltam. Erős volt egy kis videó, jól emlékszem, hogy felraktam nektek. Aztán van egy oktatóanyag, hát itt az alapokat sajátítatjátok el. Aztán van a szereplőkről leírás, ezeket is hasznos elolvasni. Egy sárga erősen láthatjuk, hogyha frissítették a leírását a szereplőknek. Most egyébként Oxenfurt zenét hallhatjátok, az Oxenfurt határán is úgy látszik. És itt pedig a tárgykészítés, ami a játék nagyon fontos alapvető eleme. Enélkül normál vagy hard szinten szerintem már nem nagyon lehet jól meglenni, illetve nem lehet szépen gyorsan haladni. Egy nagy baj van, ezt meg én nem tetszett, ami miatt ugye most el kellett jönnöm Oxenfurtba, mert nem tudtam új kartot csinálni, ami azért eléggé fáj. Mondjuk lehet, hogy most nincs is meg ilyen, nincs meg a ez is trúd anyag, de majd meg lesz egyébként, mert csak egy-kettőt kell vennem és meg lesz. Mindenesetre meg volt korábban, és akkor nem tudtam megcsinálni a kardot, mert nem volt meg a megfelelő minőségű szakember, kovács vagy mesterember, aki ezeket a kardokat megcsinálja. És azért vicces, mert ez például egyes szint kell, és ezt sem tudtam megcsinálni az elején a kisebb kaliberű kovácsnál, vagy akár saját magam, ugye magunk nem tudunk craftolni, mint a legtöbb más szerepjátékban, hanem kovácshoz kell mennünk. És sajnos nagyon van limitálva a kovácsok lehetősége, a jó kovácsok lehetősége. Oxenfurt az egyik, Novigrad a másik, és a legjobb kovácsok pedig a Skellige szigeten vannak, aztán talán pont Art Skelligébe azon belül. És emiatt viszont le van limitálva a craft lehetőség. Tök jó, hogy megvan a lehetőség, de megcsinálni nem tudom, csak egyes helyeken. Szóval ez kis ide, hogyha meg akarnátok csinálni a craftolást. Hát nekem ez kicsit nem tetszett. Persze, ha mindent felfedeztek, akkor már egyszerű lesz, mert gyors utazással bárhova elmehettek, bármikor. Az alkimiát viszont ti is használhatjátok, és bármikor elkészítettek. Itt tudtok nagyobb mutagéneket is készíteni. És olajakat, amelyeket rákenve a kardotokra nagyobb sebzést érhettek el, vagy ilyen plusz sebzés, például ilyen égés effektet, vagy hatást, vérzés hatást, egyebeket kísérletek ellen is hasznosabb. Itt külön láthatjátok, hogy olyan olajok is vannak, amelyek például hibrid olaj, ez ugye a grip ellen jó, kísérletet olaj értelmeszerűen kísérletek ellen, tehát ilyen olajok is vannak. Aztán vannak erősítő párlatok, itókák, vodkák, ugye jó lengyel szokáshoz híven, méz, egyebek, amelyekkel magatokat erősítetitek. Aztán itt vannak a bombák, amelyek nagyon jól tudnak jönni néha, néha gyorsan eldönthetnek egy-egy nehéz csatát is, ha jókor használjátok és jól dobjátok. Pedig a mutagének, aztán láthatóak, hogy az alkoholok.
De most összesen csináltok ételeket is, amelyel visszaszereztetitek az életerőtöket, illetve a regenerálódást gyorsítatjátok, de ugyanúgy italokat is készítettek. Nagyon részletes az alkímia, sokkal részletesebb, mint a régebbi részekben. És hát úgy látom, hogy körülbelül ennyi, itt vannak még a küldetések, szóval ilyen mutattam egy pillanatra, amit érdemes mondani. Ami nagy baj még a játékkal, véleményem szerint, hát az egyrészt, hogy mondtam már, a kezelőfelület egy kicsit konzolos szerintem. Az irányításra ugyanez jellemző. Az irányításnál úgy érzem, hogy erőteljesen konzol eszközökre, egy joystickra, gamepadre, egyebekre van optimalizálva. Hát ugye a játékot ezt már egyszerre készítették, ugye PS4-re és Xbox One-ra is, és ez meglátszik szerintem egy kicsit a játékon. Alapvetően az alapkezelése nem nehéz, AVSD-vel tudok menni, egérrel ütni, stb. De például középső gombbal lehet elővenni fáklyát, vagy tabbal lehet, ez mondjuk jó, az a gyors menü, tabbal lehet előhozni a számszöget, és akkor középső gombbal tudtok lőni, mondjuk itt lehet, hogy nem kéne, mert ezek ilyen tizenvalahányas szintű egység, 17 azt hiszem, és hát hogyha meglövitek, akkor rátok támadnak, szóval X-el meg előhozhatjátok a lovatokat. Tehát egy kicsit nehézkes egérrel. És akkor, ha harcoltok, akkor most itt nem látszik, de megpróbálom mutatni. Tehát erre itt most megjelent gyorsan bal alul, hogy milyen lehetőségeitek vannak erősítő italok, gyógyító italok, étel elfogyasztására. Hát elég sok billentyű van hozzáadva, R, Y, Z, nem tudom mi. Ezt harc közben nagyon nehéz megnyomni, de még harc után sem mindig áll kézre, és nem jelenik meg mindig. Mondjuk ez nem baj, mert most itt sokkal látványosabb a játék, hogy nincs ott még egy ilyen plusz tényező. Nem jelenik meg mindig, mert harc közben láthatjátok csak, tehát harcon kívül nem fogjátok látni. Azt hiszem, hogy át lehet-e úszni a másik oldalra. Lehet, hogy nem lehet. És akartam volna még a harcot mutatni nektek, akkor egy pillanatra visszamegyek, mert itt hiszem vannak lények. A játékvilága viszont teljesen magával ragad. A harcrendszer is igazából a második részt a fejlesztett változatot, tehát annál sokkal élvezetesebb véleményem szerint, viszont olyan sok taktikus elemet maga a harc nem nyújt. Igazából bal alt gombbal tudtok nagyot ütni karddal, illetve tudtok hátra arra szólni, tudtok ugrálni, tudtok vetődni, ami most hirtelen nem sikerül, de kicsit nehézkesebb ez is szerintem, mint a megszokott. És látjátok, vannak ilyen térkép, mini térkép bugó félelme ellenséget jelez oda, ahol nincs. Ez is egy kicsit idegesítő. Na hát megpróbáljuk ezeket megtámadni. Lehet, hogy ez kicsit nagy lesz, mert a területek nem fixek. Tehát lehet, hogy most itt vagyok, és ezek lehet, hogy 20-as szintűek. Akkor nem bocsátkozok velük harcba. Mert 9-es szintűek az se gyenge. És hát folytól idélcavályok sokan vannak, úgyhogy na most tudtam. Ezekre pont jó a tűz, ha jól emlékszem. Na, látjátok, már meg is ütöttek. Hát jó, ezek kicsit erősek a 4-es szintű karakteremhez. Szóval na jó, elmegyek, mert lekapnak. Basszus, túl sokan vagytok. Elég durva egyébként a játék, tehát ilyen 18-as talán, ha jól emlékszem. Nem hiába mindenféle kaszabolás van, és a physics az Nvidia kártyákon, illetve talán alaphelyzetben a hapok fizika hírrendszer az, ami elősegíti azt, hogy látványosabbak legyenek a harcok, varázslatok. Hát ez nehézkes meccs volt, de ezért meg tudtam oldani. És amit még sajnálok, hogy az italokat nem lehet egymásra rakni, tehát nem dupla hatásra kétszer nyomjátok meg az R-t, hanem csak egymás után érződik, tehát ez is egy nehezítés. De hát nem baj, legalább nem könnyű a játék, mondhatjuk. Emberi
ellenfelek egyébként sokszor sokkal erősebbek, nehezebb leverni őket, mint a szörnyeket. Ezt majd tapasztalni fogjátok, hogyha játszotok a játékkal. Megpróbálok átmenni sunyi módon, átúszni a másik oldalra és megkerülni a hidat. Aztán ugye sikerül, aztán meglátjuk. Víz alatt is tudok úszni természetesen a C betűvel, megint kicsit nehézkes az irányítással, le tudunk merülni, és nagyon sokszor nagyon érdekes dolgokat tudunk találni a víz alatt. A jobb gomb folyamatos nyomva tartásával pedig az érdekes dolgokat láthatjátok akár a víz alatt is, mert kicsit nehézkesen megy most itt. De nagyon sokszor küldetések elemei találhatók a víz alatt. De úgy látom, hogy itt át lehet úszni. Ugye itt nincs az, mint a legtöbb mai játékban akár, még nagy költségvetésben is, hogy láthatatlan terek és falak választanak el egy adott helyszíntől. Ő azt mondta, nem mehetek át a hídon, hát majd akkor átmegyek a tengeren. Ugye pontosan ez egy folyó, egy jó nagy folyó. De a katonák se szólnak, hogy hoppá, mit keresek itt. Ugye hajózhatunk is a játékba, de ez a hajózás az olyan viszonylag minimalista, tehát itt az egyik helyről a másik oldalra át tudunk menni, az egyik partról a másik oldalra, és ennyi. De azt viszont folyamatosan mi irányítjuk, illetve transportként is használhatóak. De szép kis hely, még az a hely az kicsit lepukkant, de Oxenfurt kikötő. Hát nem tudom, be tudok-e beljebb menni, mert lehet, hogy csak a belső részekhez, csak a hídon át lezett az út. Hát olyan nagy ez a hatalmas ez a játék, az a másik pozitív tulajdonság, hogy el lehet benne veszni szinte, tehát hihetetlen. Itt vannak a hirdető táblák, amelyekben a melléküldetéseket, főküldetésekethez hozzátartozó apró melléküldetéseket, illetve az ilyen, hát pitiánerebb küldetéseket, úgy fogalmazzak, tudjátok, ugye megszerzett, ezt mutattam ott az első videóban. Itt nagyon jó leírások vannak, tehát itt megint a fordítás minősége, hiszen magyarul is játszható a játék hivatalos fordítással, iszonyat jó. És ehhez persze hozzászokít valószínűleg, hozzásegít az eredeti nyelvezet. A szinkron terén is iszonyat szuper a játék. Régen láttam már ennyire jó szinkronú játékot. Hú, ezt tudjátok mire a itt. Ez az épület nekem nagyon erős lengyelországi hangulatot áraszt, bár én még nem voltam, de idén elvileg megyek, és lehet, hogy ott is fogok látni ilyen épületeket, ha nem is ugyanezt. De ez nekem tetszik, nagyon, nagyon autentikus, annak ellenére egy fantasztikus egy világ ez, minden szempontból is egy fantázia szülemény, de mégis nagyon sok épület, nagyon sok katona vagy katonai ruha, fegyver, illetve nagyon sok történet, nagyon sok karakter, nagyon sok vezető vagy uralkodó, illetve nagyon sok történeti vagy játék háttértörténelem vagy világtörténelem az, amelyet egyértelműen a történelem inspirált. A készítők, illetve az író, Andrzej Sapkowski képzeletének fogadni merek, tehát ezt tuti. Vagy George R. R. Martint ugye szintén inspirálta a Rózsák háborúja, enyhén szólva a történeteihez, úgy itt is valószínűleg ez a helyzet. Hát, hihetetlen egyébként ez a város, főleg ezzel a zenével. Aminek egyébként van egy énekes változata is, instrumentális változat. Hát tényleg az a gond, hogy az irányítás konzolos, a menürendszer konzolos, nekem egy kicsit ugye akkor a szabadság kicsit korlátozásával, a karakter statisztika, illetve fejlődési rendszer is konzolos. Ezek rontják le egy picit a játékot véleményem szerint, de még ez is csak egy picit takar, hiszen annyira szuper a játék így is, hogy bele lehet feledkezni az órákon keresztül. Amit még esetleg nem mondtam nektek, az az, hogy figyeljetek a térképen az ilyen apró jelekre. Láthatjátok kocsmától kezdve, borbélyon át, hiszen még lehet GTA-san változtatni öltözékünket és frizuránkat és szakállunkat is. Ezekre mind figyeljetek, boltos, a hirdető tábla, mert ezekre minden városban fontos belemenni, mert hát találtok olyan cuccot, amit érdemes meg, illetve a legtöbb jó cuccaitokat pedig vagy szétbontjátok, ugye a fegyverkészítő részlegnél, vagy eladjátok. Pénz ebben a játékban iszonyat fontos, hiszen hiányos lesz. Tehát itt nem fogjátok azt érezni, mint a legtöbb RPG-ben manapság, hogy
tonna számra, miközben arra is már nem tudjátok mire költeni. Itt ez nem lesz ez a helyzet. A javítás, a fegyverek javítása is fontos, ehhez is pénz kell. A tárgykészítéshez is pénz kell. A fegyverek, az új öltözékek, páncélok megvételéhez is pénz kell. És sorolhatnám. Hát ennyit érnek az őrök, hát simán átúztam, úgyhogy... Amíg lehet, hogy van ott középen valami plusz, vagy egy esetleges tanácskozás. Már itt se engednek be. Nyilván nézzük egy pillanatra még ezt. Jók ezek a beszólogatások. Hát ez elég vicces, mert ugye simán látunk azt, hogy hol van. Tehát még gondolom sokan vállalják, hogy ezen az óriási híres folyón pontánon látusszanak. Valószínűleg. Minden esetre továbbra is én úgy tartom, hogy ez az a játék, ami egyértelműen 2015-ben megreformálta az RPG műfaját. Azóta mindenki erre alapoz, erre utalgat, legyen az konkurencia vagy sem. Dragon Age nem hiába gratulált a Witchernek. A Dragon Age a készítői, az új rész készítői, illetve hát meg annyi évjáték a díjat kapott, és hát mesteri egyébként az idejárás szimuláció is, meg a napszakok változása. Mondjuk a felhők nem olyan jók, mondjuk mint akár még talán a Stalkerben is voltak, amíg valamit csinálták ott is, de összességében maga a szimuláció az mesteri, ahogy fokozatosan épül fel a vihar is, hogy változik. Minden nagyon szuper, és a városok felépítése, gratuláljunk Gerencsér Péternek, a lead, azt hiszem level designernek, hát iszonyat szépen megalkotta a pályákat, a városokat, ugye meséltek több interjúban, hogy milyen aprólékosan, apróságosan kellett ezeket megalkotni, és azt hiszem majdnem 100-an talán dolgoztak a játékkal, szinte folyamatosan az utóbbi pár hónapban élet megjelent a játék, hát volt, hogy napi 12-24 óra közti óraszámban dolgoztak a készítők, és ez egyszerűen meglátszik a produktumon. Nehéz lehetett nekik elviselni, de egy gyöngy szemet alkottak, és ez most nem nyalás, hát aki nem játszott még a Witcher 3-ot, nem fogja tudni, hogy most miről beszélek. Ez be van zárva. De most azért láthatjátok körülbelül, meg hallhattátok. Egyszerűen egy élmény. Egy olyan élmény, ami új szerintem az RPG-k világába. Persze, aki játszott az 1-2-vel, tehát a Witcher 1-2-vel, ahogy én is kivittem őket, valamennyit már várhatott abból, amit ott kapott, de annak itt megkapta a többszörösét. Egy nyílt, óriási világot kaptunk, azt árult elénk. Milyen hangulatosak egyébként a kocsmák is, a pavok. És ilyen szépen, meg ennyire hangulatosan, hát nem tudom, mikor láthatunk legközelebb ilyen szintű RPG-t. Tehát itt nem csak az a lényeg, hogy milyen a grafika, hanem egyszerűen a design nagyon fontos egy RPG-nél például a kokáért. Ha nincs megfelelő a design, az nagyon sokat ronthat le. Ennél a játéknál ez egy szóval megvan. Hoppá, már beesteledett. Lassan. Hajnalodik. Ami még nagyon fontos a játékban, hogy kellően nehéz, de nem túl nehéz. Én nem Dark Souls szintű nehézségre gondolok. Sokan mondják, hogy akár olyan nehéz, de nem. Nem nehéz annyira. Még pillanatra megnézzük ezt a követ, ha vajon menni ide, de jó lenne. Úgy látom, nem sajnálom, pedig úgy fölmennék. Tehát azt is kellőképpen jól eltalálták a nehézségi szintet, és azt is, hogy mennyire figyelnetek kell az különféle ellenfél típusoknál. És ez az embereknél is így van nehéz páncélos, pajzsos, van két kardos, vagy két fegyveres, van nagy pallosos, különféle ellenfelek vannak, vagy varázslók, és nyilasok, és íjászok, és egyebek is vannak. Ezekről mind figyelni kell. Hát nem úgy van, hogy csak úgy megyek, aztán majd lesz valami, ütök mágok, ez nem egy Diablo. De ennek ellenére a harc ugyanúgy érzetes és akciódús, de meg vannak a maga taktikus elemei. Alapvetően lehet egyszerűsíteni, nagyon egyszerű a harc, meg mit tudom én, de ha ezeket is hozzáveszitek, akkor már nem így van. Úgyhogy, hát én mindenkinek csak tudom ezt a játékot, az ára is mennyi. Én 5000 forintért vettem meg, az alapot is még én 1500 forint körül volt, azt hiszem akciós, az szintén az első ilyen DLC vagy kiegészítő, és én azt mondom, teljesen megérte az árát, az unboxing videóban láthattátok,
hogy mennyire jó volt még az alap kiadás is. Egy fél collector az a gyűjtői változatnak tűnt. És ez, azt hiszem, hogy megérte a pénzét. Tehát más kiadó nem gondolkodik így, olcsón adja a szuperművészségű játékot, és addig tolja, addig fejlesztő, amíg úgy érzi, hogy jól nem adja ki. Hiszen a gépigénye is ugyan magasnak tűnt például. A kezdetkor még állítólag elég az volt, de a sok patch-sel érték azt, hogy például a 2 gigás, igaz, hogy nyári kártyával, az R9380-ival simán megy a játék hájon. Most, ha egy helyben álltok, akkor ilyen 50-60 FPS is lehet, még itt a városban is, a városokban kevesebb szokott lenni, de hogyha mozgok, akkor nem megy olyan 35-40-re is, de hát most megy a videófelvevő. Ha nem megy a videófelvevő, konstans 45 FPS legalább minimum, ami szokott lenni. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik, 8 giga RAM-mal és egy i5-4690 procival 3,5 GHz-en, azt hiszem egész jó. Annak erre, hogy i7-et írnak itten az ajánlódba, de ez hülyeség. Na most látjátok egyébként az mennyire szép a hajnal, hogy ezt is megoldották részletesen. És ez mindenhol látszik, minden felületen. A fények, az árnyékok, minden. Az árnyékok vannak azt egyedül médium, mert ezt nem szoktam maxra húzni, ha nincsen legjobb videókártyám, csak maximum akkor szoktam maxra. Én úgy vélem, hogy kellően azt nyújtja ez a játék, amit a legtöbb videójáték is elfigyel, amikor már ezt a játékot, azok is imádják és kedvelik, akik életükben nem játszottak fantasyvel. Nagyon sok ilyen játékos van, videójátékos egyébként az ismeretségi körömben is, és hát most már 3-4 millió legalább megvették, ha jól emlékszem, legutóbb a Witcher 3-at. Azt hiszem ez elég szép szám, és PC-re is azt hiszem minimum 1 milliót eladtak, de lehet, hogy többet is, de szóval 1 millió biztos, ma ez már nagy számnak számít, igazság szerint. Pedig ezt a játékot mindenhol lehet szinte tölteni, sajnálatos módon, de ez a játék azt érdemli meg, hogy megvegyétek, nem azt, hogy letöltsétek. Készítőket támogatni kell, ki tudja, mikor folytatódik majd meg egy Witcher kalandját, tehát ő vele már nem fog, ugye Geráltnak az utolsó dala, az utolsó része, ugye a Witchernek Gerált szemszögéből, viszont a világ az még elvileg szerepelni fog majd későbbiekben. És hát lesz egy Cyberpunk 2077-ben emlékszem című, állítólag ennél még grandiózusabb közeljövőben vagy jövőben játszódó steampunk RPG. Érdekes lesz, ugyanezzel a graffal, valószínűleg még talán még jobb graffal. Hát nehéz lesz ezt fölülmúlni, de a dizájnban biztos megint hatalmasat fognak alkotni. Ez tényleg egy olyan játék, ami a hangulattal is elüti az időt, és én mindenkinek ajánlom, mert a küldetéseket élvezni fogjátok, nem fogtok unatkozni, ez egy olyan játék, ami hosszú távon le tudjátok kötni magatokat, rövid távon is lehet, de nehéz, mert az ember nehezen veszi fel akarja deríteni a következő területet, tájat, a következő küldetést meg akarja ismerni és meg akarja csinálni. De nagyon sokféle küldetés van, ugye van egy-két ilyen általános küldetés, a nagy része viszont egyedi küldetés, de nagyon egyedi. Példát nem mondanék, mert ismerjétek meg ti magatok, de nagyon-nagyon hétköznapinak tűnő küldetések lehetnek nagyon érdekes vagy epikus végződésűek. És nagyon sok küldetés olyan, mintha mindennapokban is akár lehetne, persze egy kicsit ilyen fantasy-sebben, nagyon érdekesen vannak felépítve, és a karakterekkel együtt tudtok érezni. Akár mellékszereplőkkel, akár főszereplőkkel, egyszerűen iszonyat jó. Nem tudok erről többet mondani már. Azt hiszem majdnem mindent elmondtam a Witcherről, amit tudni kell. Úgyhogy én csak azt mondom, hogy vegyétek meg, amikor csak lehet, GOG.com-on, a Steam-en, a CD Galaxis, vagy az 5-6 kilobájt, esetleg MediaMart, ahol éppen most gyakorlatilag mindenkit felsoroltam, hogy ne legyen vele gond. Itthon, ahol meg lehet venni, én csak támogatom, hogy vegyétek, mert már a fejlesztőket támogatni kell ebben a játékban. Úgyhogy hát ennyi lenne, én a játéknak azt hiszem adok egy ilyen 95%-ot minimum, de inkább legyen 96, hogy még kicsit megdobjuk, mert annyira jó. Tényleg ezek az apróságok, mint hogy látjátok, mert bugos a térkép egy picit, ezek azok, amik sajnos, a mini térkép látjátok, hogy bugos. Tehát ezek, amik kicsit lerontják a játékot, amiket emlegettem korábban, ezen kívül csak pozitívumokat lehet sorolni, amelyek sokkal nagyobb erejűek annál, mint hogy ezek a kis bugok lehúzzák a játékot. Úgyhogy, hát
Remélem tetszett nektek ez az elég hosszadalmas, ha sikerült bemutató, de még így is keveset láthattok abból, ami maga a játék. Ezt próbálom majd még módosítani később újabb ilyen kis helyzetjelentés videókkal. Hú, mennyire úgy lehet látni ott messze, már lehet, hogy a főváros, mert a part után van a Novigrád. Egy nagy 30 ezer lakosú város, amelynek aztán legalább a tizedét 3 ezer embert meg is alkottak hozzá, tehát nem kis város. És hát nagyon jól látszik innen a világítás. Tehát ilyen apróságok, amelyek más játékban nincsenek jelen. És most tök mindegy, hogy milyen minőségben is van, hanem az, hogy ilyen dolgokra is figyeltek, és ezt meg tudják oldani. Pedig mondom, nincs is ultrán a játék. Csak hájom. Én csak ajánlom nektek, ez az a játék, amely minden apróságon is figyel, és komolynak tekinti a videójátékost. Komoly témákat fed fel, amelyek akár a 18-20. Vagy a 20. században, illetve a korábbi középkori szakban is fontosak voltak. Tehát egyszerre mondom benne modern kérdéskörök, és régen középkorban felelhető kérdéskörök. Úgyhogy én csak ajánlom nektek még egyszer, és úgy tudom tőletek, remélem tetszett a mutató, és tetszeni fog a játék azoknak is, akik esetleg eddig még nem borolválták ki. Nem olyan nagy a gépigénye, mint amit azt a hivatalos leírás, és hogy próbáljátok ki, megéri. Búcsúzom tőletek. Andrew voltam, sziasztok!